Szabadka vonzereje az épített örökségben rejlik. A város szecessziós arculata Bíró Károly polgármester idejében épült ki. A díszes, főleg növényi vagy geometrikus mintákkal gazdagított építészeti irányzat tette Szabadkát várossá. Talán Közép-Európában is mondhatjuk, hogy a szecessziót tekintve Szabadka talán az egyik legjelentősebb városnak számít. A zsinagógáról tudjuk, hogy hogy nézett ki, és most hogy néz ki. Tehát az a díszes ornamentika, amely egy szecessziós épületen helyezkedik el, az párját ritkítja, tehát ilyen nincs sehol. És kivált kép, büszkék vagyunk például a zsinagógára, de ugyanúgy a városházára is, mert egy magyar vonulat tanulja lehetünk, tehát egy magyar szecesszióról beszélünk, egy magyar irányvonalról. Ugye a szecessziónak ez is volt a lényege, hogy külön váljon, tehát egy kicsit elszakadjon attól a klasszicista, az akkor jelenlévő klasszicista vonulatoktól, és Szabadka élen járt már akkor. Tehát egy borzasztó progresszív, liberális hozzáállása volt ilyen szempontból. Tehát gondolok itt elsősorban Bíró Károlyra, aki megmerte tenni akkor azt a lépést, hogy igen, szakít a múlttal, szakít Szabadka falusias kinézetével, és várost csinál belőle. Az más kérdés, hogy utána erőszakkal ki akarták törölni a történelemből a nevét és a munkásságát. Hála a VMS-nek, elsősorban Pásztor István és Pásztor Bálint hathatós tevékenységének, ez visszafordult. Tehát visszafordult, most már megismerhettük azt a Bíró Károlyt, aki valójában volt. Tehát a munkásságát mindenki ismeri, csak nem tudta, hogy róla van szó. Tehát azért lett ez a város, mert Bíró Károly úgy döntött, hogy Budapestet és a többi nagy magyar várost megelőzve beengedi ezeket az építészeket, beengedi azt az irányzatot a városba, amely akkor még gyerekcipőbe járt. Ugye az ifjak szecessziós vonulata itt volt. Tehát Lechner-Ödönről beszélhetünk, de Szabadkára nem Lechner-Ödön jellemző, hiszen csak egy házat tervezett még az 1800-as évek végén, ami még egy korai szecessziónak számított, de a Komor Marcell és Jakab Dezső viszont igencsak itt hagyta a pecsétjét. Elsősorban ugye megint csak visszatérünk a városházára, illetve a zsinagógára, amely valljuk be őszintén a két égköve Szabadkának minden tekintetben, és megkerülhetetlen, nem csak egy turista számára, de egy itt lakó számára is. Tehát minden nap láthatjuk, ha arra járunk, messziről láthatjuk, hatalmas épületekről van szó, és mondhatjuk, hogy világszínvonalú remek művek. Ha már Bíró Károly városépítő polgármestert említettük, az elmúlt év folyamán megújult az egykori lakóházának homlokzata, néhány nappal ezelőtt pedig emléktáblát avattak ugyanezen az épületen. Visszakerült a köztudatba Bíró Károly? Él a kultusza? Eddig nem volt kultusza. A VMS, természetesen élén Pásztor Bálint, arra törekszik, hogy egyáltalán kultuszt csináljon ebből a jelenségből, mert egy olyan polgármestert próbált elfeledtetni a mindenkori hatalom, aki nagyon oda tette magát. Tehát volt olyan polgármester, ugye, aki még nálainál is több időt szánt a polgármesterségre. Ugye ő 16 évig volt Bíró Károly polgármester, ugye hatalmas idő, ugye, de egész egyszerűen, mint már mondtam, tehát feledésbe merült. Nem foglalkozott vele senki, sőt az éghalál szélén, fűtés nélkül, nyugdíj nélkül halt meg az 50-es években, ami hát a, mondjuk ki, hát az a város szégyene. A város és az ország szégyene, hogy ilyen sorsot adott egy olyan embernek, aki ennyit tett a városért. De ezt a kultuszt próbáljuk most kialakítani. Próbáljuk most kialakítani, hogy visszahozzuk a köztudatba Bíró Károlyt. Ez természetesen nem egy év alatt fog megtörténni, és nem is két év alatt, hanem ez az mostani generációkat meg kell tanítani
arra, hogy ezt a kultuszt tovább vigyék. Tehát ez a cél. Ezért kapott egy szobrot a városháza mellett, egy nagyon visszafogott, nagyon szép bronzszobrot. Én személy szerint a bronzszobroknak nem vagyok híve, ugye inkább egy modern installációk, ugye van a kortárs művészetnek, már vannak ötletei ilyen téren is, de az a szobor nagyon beletalált. Nagyon beletalált, és bárki meglátja, sokat mondó az a szobor, ugye a mögötte azzal a réges-régi henger alakú reklám felülettel, amin ugye elolvashatjuk, pár dolgot elolvashatunk Bíró Károly munkásságáról, illetve róla, illetve ahogy munkába siet az altatáskával. Tehát egy nagyon egyszerű, nagyon visszafogott, nagyon őt ábrázoló szoborról van szó, hisz ő sokat dolgozott azért, hogy ez így történjen. Ez nem volt egy egyszerű dolog, ekkora épületeket fölépíteni. Ugye tudjuk, hogy a városházát azért ugye a közvélemény azért nem ott egyértelmű, hogy ezt nagyon üdvözölték volna. Tehát én ilyet is olvastam, hogy körülbelül a 80%-a ellenezte a városházát, mert túl nagy, túl díszes. Na hát mikor megépült, akkor valószínűleg egy picit megoszlott ez a vélemény, de évek során ugye egy ilyen épület olyan műemléki értéket képvisel, ami hát párját ritkítja egyértelműen. És visszatérve a szecesszióra, ugye megint, ugye Bíró Károlyra együtt majdnem, hogy azt mondanám, hogy a szecesszió is feledésbe merült. Tehát volt egy negatív konnotáció, egy negatív hozzáállás iránta, mert ugye ez, még a háborút is a nyakába varták, tehát ezért okolták a szecessziós irányzatot, és egészen ott a 70-es évekig ez így is volt, nem foglalkoztak különösebben, ugye, a városházában, sőt, Szabadkán épült egy másik városháza, ahova elvonultak a városatyák, és ott tanácskoztak inkább, mint tették azt a ma használt városháza gyönyörű dísztermében. A Vajdasági Magyar Szövetség 4 évvel ezelőtt is prioritásként határozta meg a városmag megóvását, illetve Palics fényének visszaállítását. Az elmúlt időszakban mi minden valósult meg ezen a téren, illetve mit terveznek a következő néhány évre? A Műemlékvédelmi Intézetnek többek között az is a feladata, hogy tereket, utcákat, épületeket ismerjenek fel, fedezzenek fel, amit érdemes megóvni. Amit érdemes megóvni az utókornak. Ugye többször már elmondtam, hogy a turizmus szempontjából, de természetesen egy itt lakó polgár szempontjából is mennyire fontos az, hogy a városba, ahova megyünk turistálkodni, vagy élni, vagy bármit csinálni, látható legyen a történelmi felosztottság. Tehát, hogy ott legyen a történelme a szemünk előtt a városnak, hogy láthassuk, hogy mi volt régen, mi volt most, mi lesz majd, egy kicsit a jövőbe, ugye egy kicsit egy kis futurisztika, az sosem árt egy modern irányzat, de ne annak árán, hogy egy régit lebontunk. Tehát a történelmi rétegződés az egy alapfeltétele, véleményem szerint, de ez nem csak az én véleményem, hanem egy általános vélemény, hogy a történelmi rétegződés egy alapfeltétel egy modern európai város fejlődésében. És ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát ha most akkor a VMS nem áll ki az mellett, hogy igenis vonjuk vissza a kettes zónával kapcsolatos tervet, amit ugye elkészült, majdnem elfogadtak, de a végén a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet segítségével, ugye, de egyértelműen a VMS indítványozott és vitt végbe, és győzött ebbe. Ez a terv elkészült, egy új terv, úgyhogy itt sikerült körülbelül 55 épületet mentettünk meg. Én most könnyen beszélek, mert olyan hátszéllel rendelkezem, ami a VMS. Tehát ő az zászlajára tűzte, én ezt mellé álltam, és csináljuk. Tehát a kollégák is pontosan tudják, hogy ezt a hullámot meg kell lovagolni. Tehát rengeteg munka vár ránk, felelve a kérdésedre. Mi 9 községben tevékenykedünk, tehát és felelősek vagyunk 9 községért. Ez kikinda, hogy menjünk akkor keletről, akkor Török-Kanizsa, csak a városokat, ugye a község neveit mondanám, Kanizsa, Ada,
akkor Zenta, Szabadka és Topolya. Tehát, és az a tervünk, hogy minden város kapja meg a történelmi város magját. Eltő két szándékunk, hogy Szabadka és Kikinda mellett, mert ugye ezeknek van történelmi város magja, végre Zenta is megkapja a sajátját, Ada is, Török Kanizsa is, Kanizsa is, és hát még Topolya is. A védett épületek köre csak bővülni fog. Ez sokan rossz szemmel néznek, hogy hát Szabadkának már így is akkora városmagja, most mit akarunk, még meg még épület? Nem, pontosan erről van szó. Ez a kör csak bővülni fog. Pontosan azért, mert a történelmi rétegződés az fejlődik, az állandó, a történelem az idő múlik. És egy olyan épület, ami 20 éve még nem jelentett semmit számunkra, ugyanúgy, hogy a 60-as években senki nem tekintett ugye a városházára vagy a zsinagógára, ahogy most, úgy majd azok az épületek is, amik akár az 50-es, a 60-as, a 70-es években épülnek, majd egyszer, ha értékük van, ha tényleg a építészeti szempontból olyan értéket képviselnek, amit érdemes megőrizni az utókornak, akkor igenis bővülni fog ez a kör. És egyre gazdagabb lesz a városunk. De nem úgy, hogy lebontjuk a központban lévő gyönyörű épületeinket, és helyette olyan lakóházakat építünk, amik nagyon energiahatékonyak, és borzasztó színre, borzasztó szép színre tudjuk őket festeni, mert erre, hogy őszinte legyek, mindenkinek ez a vélemény, de senki nem kíváncsi. Tehát nem azért megyünk külföldre, akár Párizst, hogy a legbanálisabb példát mondjam, mert szeretnénk látni, hogy milyen lakótelepeik vannak, és hogy milyen gyönyörű, jó hungarocelle, ugye magyarul sztiroporral kibélelt és szigetelt épületekbe érnek, erre senki nem kíváncsi. Hanem pontosan a történelmi városmagra kíváncsi. Arra a történelemre, ami meghatározza Párizst. Beszéljünk Palicsról is, hiszen ott is történtek beruházások. Palics az egy kis ékszerdoboz számunkra. Tehát Palicson nagyon óvatosnak kell lennünk. Tanulni lehettünk az elmúlt 10-20 évben, hogy mi lett. Hát a legjobb példa az Zlatibor. Ugye megláthattuk azt, hogy ezek az úgynevezett apart hotelok mit művelnek egy turisztikai központtal. Tehát egy az egyben elvesztette a báját. Ugye egy-egy ilyen település, ahol ezt megengedték. Hogy 4 emeletes valójában lakóépületeket építhessenek. Palics ugyanerre a sorsa jutra, ha elengednénk magunkat. Tehát, hogyha nem foglalkoznánk vele, hanem csak úgy belemennénk abba a bűvös körbe, amit ugye nem mi irányítunk, hanem a befektetők. De a befektetők azok könyörgően nem hülye emberek. Azok pontosan tudják, hogy hogy kell kiszámolni azt, hogy neki megérje. És természetesen hát mindenki addig nyújtózkodik, ameddig a takaró ér, és addig nyújtózkodik is. Úgyhogy nincs ez máshogy a befektetőkkel is. Ugye mondanak itt a befektetők, akikről van pénze befektetni egy-egy ilyen apart hotelba, mert már a hotelok egy picit olyan ideje múltá váltak, tehát inkább ezek az apartman kiadások jelenleg, hát ez uralja a turizmust, és az új építéseket is. Palics szempontjából szerintem nagyot fogunk lépni. Tehát most már a fiókomban van egy olyan dokumentum, amit át fogunk adni, egy tanulmány, tehát ilyen elaborátum arról, hogy Palics hogy kell kinézzen, ugyanis felkértek minket, hogy ott készül a városrendezési terv, magyarul PDR, ugye ez egy picit részletesebb városrendezési terv, amely mentén lehet építkezni Palicson. Hát a feje tetejére állítottuk ezt az egész történetet. Jelesül Palicson eddig 40%-os volt a beépítési kvóta, ami rengeteg. Tehát egy nagy parcellán, ami már ugye meghaladja több ezer négyzetmétert, hát ilyen nagy bunkó épületeket lehetett építeni. És bajba voltak valójában az építészek is, mert 40%-os beépítettségnél
nem csak az épületre kell figyelni már, hanem ugye megvan adva, hogy hány százalék zöldövezet, hány százalék parking, és így tovább, és így tovább. Tehát egyszerűen nem tudtak olyan épületet tervezni, amely Palicshoz hű, egy picit olyan játékos, egy picit tornyocskás, egy picit díszes, hanem rá voltak kényszerülve arra, hogy téglalap és kocka alakú épületeket tervezzenek, ami Palics szempontjából végzetes. Tehát végzetes. Tehát olyan könnyen el lehet veszíteni Palics szellemét, szellemiségét, hogy pár év alatt. Tehát ez az, amit nem szabad megengedni. Ez az, amit nem szabad megengedni elsősorban a politikumnak és nekünk, műemlékvédőknek. Úgyhogy egy ilyen hátszéllel, megint csak azt mondom, mint a VMS, most ezt meg is tudjuk tenni. Úgyhogy a beépítettséget hát 20%-ra levittük, valahol még akár 15%-re is, valahol 30%-ot is megengedünk, ami egy picit távolabb van, ugye attól a kis ékszerdoboztól, amit úgy hívunk, hogy víztorony, út, vigadó, és a többi, ugye a palicsi szecessziós épülete, bezárva ugye egész a női stranda, amit úgy hívunk, hogy palicsi épületegyüttes, amit ugye Bíró Károly adott át délelőtt a Városháza, délután Palicsfürdőt, és szerintem ez az egyedüli útja annak, hogy Palicsot megvédjük ettől a túlzott építkezéstől. Nemrég megújult a palicsi víztorony, a munkálatok Pásztor István közbenjárásának köszönhetően kezdődtek el tartományi forrásokból. A magyar szecesszió stílus jegyeit hordozó épület olyan, mint 1912. szeptember 15-én volt. Azon a napon adta át Bíró Károly a palicsi épületegyüttest, a vigadót, a víztornyot, a női fürdőt és a zenepavilont, valamint a monumentális szabadkai városházát.